Sziasztok, Ádám vagyok, itt vagyunk a Smart Mobile kiállításon, a kezemben pedig a Lenovo ThinkPad Tablet 2 található, ami nem Android-dal, hanem Windows 8-al érkezett meg. 10,1-szoros kijelzővel rendelkezik, 1366x768 pixellel, ami LED, illetve IPS technológián alapszik. Maga a kijelző viszonylag kicsinek tűnik, legalábbis a Windows 8-as tabletek között, hiszen általában 11.6-os vagy nagyobb készülékeket adnak ki a gyártók, így ez a 10,1-szor lesz viszonylag kicsi kompak. Készüléken találunk alul egy fizikai Windows gombot, tetején pedig előlapi kamera van. Ha megnézzük, alján van egy speciális dokkoló csatlakozó, mellette pedig normál méretű, mini HDMI. Oldalán van kijelzője forgatását tiltó gomb, hangerőszabályzó, illetve jack csatlakozó. Tetejére bekapcsoló gomb került. Itt egy kis ajtó mögött találunk igazából SIM-kártya, illetve microSD kártya slotot. Még a másik oldalán van a töltőcsatlakozó, illetve egy teljes méretű USB. És a hátuljára ránézünk, teljesen matt műanyag felületű. Itt van még a hátoldalán egy 8 megapixeles kamera, flash vakuval, mikrofonnal, illetve egy Lenovo, illetve a ThinkPad logó. A hangszóró pedig az az egyetlen, ami van, az itt található az alsó sarokba. Ezen teljes értékű Windows 8 fut, ugye Intel Atom processzorral, bár ennek ellenére nem a legolcsóbb. Ádám voltam, ez pedig a Lenovo ThinkPad Tablet 2 volt, kövessetek minket továbbra is, sziasztok!